A Szent Pál Marista általános iskolában is megtörtént a leendő elsősök beíratása. A részletekről Dánielné Kacsó Andrea igazgatót kérdeztük. A beiratkozást megelőzte egy előkészítő munka. Az iskola elektronikus felületén többen regisztráltak, így őket már időpontra nem is hívták be. A beiratkozás a járványügyi szabályok betartásával zajlott, gyermekek nélkül, csak az iratokkal érkeztek a szülők az iskolába. A kiírt jogszabályoknak megfelelően április 15 és 16-án a nap folyamán bonyolítottuk a beiratkozásokat. Nyilván megelőzte ezt egy előzetes munka. Mi is létrehoztunk egy jelentkezési felületet, amelyen elektronikusan is lehetett regisztrálni, hogy vigyázzunk a járványügyi szabályok betartására. Többen regisztráltak ezen, minden adatukat megadva, úgyhogy őket már sem hívtuk személyesen időpontra, mert időpontot adtunk azoknak, akik jelezték, hogy érkeznek hozzánk beiratkozásra. Igyekeztünk elkerülni a találkozást egymással, illetve a várakozási lehetőségeket, hogy minél inkább be tudjuk tartani, és tudjunk egymás egészségére vigyázni. Sorban érkeztek a szülők, gyermeket nem is hoztak, kértük is, hogy amennyiben úgy gondolják, mi nem ragaszkodunk hozzá, hogy a gyermeket majd megismerjük őket augusztus végén, hogyha érkeznek a gólyafiók a táborunkba. Minden adatukkal, dokumentumokkal érkeztek a szülők, nagyon felkészültek voltak, már várják, már említették mindannyian szinte, hogy hétfőtől óvoda lesz a gyerekeknek, és milyen jó, mert már várják a gyerekek, illetve ők is várják, hogy utána augusztusban megismerkedhessenek iskolánkkal. Augusztus végén gólyafióka táborban ismerkednek meg a leendő elsősökkel a tanítónénik. Még nem végleges a névsor, a következő napokban is várnak még szülőket. Létszámtól függően akár két elsős osztályt is indíthatnak, Horváth Tünde és Herceg Kis Anna tanítónőkkel. Horváth Tünde tanítónénink, aki most negyedikes osztályt ad át a felső tagozatnak, ő lesz az egyik elsős tanítónénink, illetve egy elsőre érkezik vissza Herceg Kis Anna, Tündér Kis, vidám, nagyon alapos mozgáskultúrával fölkészült pedagógusunk. Tündi, Horváth Tündi, ő pedig a hittanoktatásából is kiveszi a részét, nagyon játékosan készíti fel a gyerekeket és kíséri őket Jézushoz. Április 19-én elkezdődött a jelenléti oktatás az alsóban, amit a szülők nagyon vártak már. Három távolmaradási kérelem volt, krónikus betegség miatt, a többi gyermek jött aznap iskolába. Már a szüleink nagyon várták, hogy jöhessenek a gyerekek, hisz nagyon próbáltak segíteni, borzasztó támogatóak voltak a gyerekeikkel, de nyilvánvalóan egy hosszabb időszak után az alsó tagozatosok nagyon jó, hogyha a jelenléti oktatásban a tanítónénitől részesülnek mindennemű felkészítésben, felzárkóztatásban és a tanítási, oktatási részben is. Alapvetően szinte minden osztálylétszámunk teljes. Három távolmaradási kérelem volt krónikus betegség miatt, nyilvánvalóan ezt engedélyeztük, és örülünk neki, hogy az egészség védelmében ezt a lehetőséget is felhasználták a szülők, hisz nagyon fontos számunkra is az a legfontosabb. Igyekeztünk távol helyezni az osztályokat is egymástól, hisz most az iskola épületünk termei azért felszabadultak, hogy a felső tagozatosaink nagy szívfájdalmunkra majd csak május 10-én érkeznek. De így távolabb tudtuk helyezni őket, sőt, a nagy iskola udvarunk is felosztásra került. A játszótér is be van sorolva, hogy melyik osztály mikor megy a játszótérre. Tehát minden lehetőséget megragadunk arra, hogy vigyázzunk a visszaérkezett gyerekekre. Pozitívan fogadták pedagógusaink is, gyermekfelügyeletet is adunk a felső tagozatban, tehát ezt is megszerveztük, megoldottuk, illetve a felső tagozatosok az ebédért is járnak délután, tehát azt is párhuzamosan adjuk ki az ebédeltetéssel együtt. Az osztályokat messze helyezték el, hiszen a felsősök még otthon tanulnak, a játszóteret is beosztották, az 5-től 8. osztályokban ügyeletet biztosítanak, és a gyerekek délben érte jönnek az ebédért is.